A tanárok is gőzerővel készülnek a tanévkezdésre. Legtöbbjük nyáron sem pihent, hanem továbbképzésekre jártak. Őszintén én nagyon várom már a szeptember 1-ét, és hetek óta küldözgetjük a kolléganőkkel egymásnak a vicces üzeneteket, meg a vicces képeket, hogy hogyan kellene majd, hogy kinézzen a tökéletes tanterem, meg a tökéletes környezet. De én azt hiszem, hogy most igazából az a legnagyobb öröm számunkra, hogy ismét személyesen találkozhatunk a gyerekekkel, és ismét személyesen tudunk velük kommunikálni a tantermen belül. Újvidéken az első osztályba induló gyerekek ingyenes tankönyveket kapnak a várostól. Több mint 4000 kisdiák részesült ebben a támogatásban. 12 tankönyvkiadó és 35 újvidéki általános iskola képviselője szerződést írt alá az első osztályos általános iskolások számára az ingyenes tankönyvek vásárlásáról, amely beszerzése Újvidék városa az oktatási igazgatóság keresztül 27 millió dinárt biztosított. Azok a tanulók, akik augusztus 25-e után térnek haza külföldről, 10 napig nem mehetnek iskolába, nyilatkozta Vicsek Anna Mária oktatási államtitkár. Ugyancsak 10 napig távol kell maradniuk a közösségtől azoknak, akiknél a családban fertőzést jegyeznek. Jó hír azonban, hogy jelenléti oktatással kezdődhet az új tanév, hangsúlyozta. Az elmúlt tanév során mindkét módozatot, a jelenléti oktatást és a távoktatást, és bőven volt alkalmunk kipróbálni és gyakorolni, és hát a gyakorlatban azt láthattuk, hogy a távoktatás nem annyira hatékony, mint a jelenléti oktatás. Senkinek nem is voltak olyan elvárásai, meg olyan illúziói, hogy a távoktatás ugyanolyan hatékony, meg ugyanolyan eredményes lenne, mint a jelenléti oktatás, hiszen pedagógiából is nagyon jól tudjuk azt, hogy a tanár és a diáknak a közvetlen kapcsolat rettenetesen fontos a tanulás eredményességéhez. Vicsek Anna Mária arról is beszélt, hogy amennyiben az osztályban lesz megbetegedés, akkor 10 napig mindenki az osztályból otthonról tanul majd a jelenlegi tervezet szerint.